Tisztelettel üdvözlöm a hölgyeket és urakat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, részt vesznek. Egy olyan kérdésről beszélünk ma, ami a magyar történelemnek hasonlóan sok más témakörhöz nyitott kérdése, mert az, hogy rablóhadjáratokat vezettek a magyarok, és kalandoztak Európába össze-vissza, egy kicsit nagyvonalú megközelítésnek tűnik. A magyar gondolkodás úgy tartotta számon nagyon hosszú időn keresztül, hogy ezek dicsőséges preventív háborúk voltak, aztán az utolsó 150 évben kételyek fogalmazottak meg. Az én megérzésem szerint főleg nyugat-európai hatásra. A fiam a Deutsche Schule-ba járt, mert 90-ben érkeztünk vissza Németországból, a Humboldt ösztöndíjas voltam, és erről a korról, amikor tanultak, és mondták a Diungaris Räuberbandét, fiam jelentkezett, szót kapott, mondta, hogy egy tömmondat, 902-ben kurszánvezért meghívták a bajorok, és orvul meggyilkolták. Mondták, hogy köszönjük szépen, ötös, ami a mi értelmezésünkben egyest jelent. Tehát általános véleményt fejezett ki ez a jelenet, de ezzel kapcsolatban azért számos kérdés van. A két megközelítést érzékeltettem és említettem. Minden esetre annyit hozzátennék, hogy a rablóhadjáratok, illetve a kalandozások eléggé pejoratív megközelést jelentenek. Számos kérdés van, és én inkább ezekre koncentrálnék, én nem a megelőző hadjáratokról szeretnék előadást tartani, hanem a kérdésekről, amire a válaszokat remélem, hogy nagyrészt önök fogják megadni itt és ma, és arra gondolunk, hogy ha mi többé-kevésbé konszenzusra tudunk jutni, akkor nyugatiakat hívunk meg, és megpróbáljuk a mi szemléletünket közvetíteni a érintett második fél felé. Első kérdés az, hogy mikortól meddig tartottak a hadjáratok. Erre vonatkozóan van bizonyos konszenzus, de a kérdés az, hogy akkor minek tekintsük azokat megelőző hadjáratokat, és minek tekintsük azokat, amik azt követően zajlottak le. Leírtam néhány időpontot, leírtam néhány eseményt, hogy a kérdésfelvetést alá tudjam támasztani. Az én megközelítésemben a 907-es Pozsonytól Enzburgig tartó hadjárat mindenféleképp emlékezetes kellett, hogy legyen a korabeli magyaroknak, és nyilván motiváló tényező volt arra nézve, hogy prevenciót, megelőző hadjáratokat foganatosítsanak, egyszerűen azért, hogy a nagyfejedelmi küldetés tudat kiteljesítését, Attila örökének visszavételét biztosítani is tudják az utána jövő időszakokban. Mi a rablóhadjárat? A rablóhadjárat az, aminek a célja kizárólagosan a rablás. Felírtam néhány példát, Alarik, Róma feldúlása, lehet mondani Nagy Károlyi avarok elleni hadjáratát, vagy tipikusan annak lehet tartani a viking hadjáratokat, akik valóban az életük fenntartása szükséges javakat szerezték meg. De ha a történelmen végignézzünk az ezt megelőző időszakon és az ezt követő időszakon, akkor ugyancsak brutálisan és tipikusan rablóhadjáratokat lehetne felsorolni. 1204 bizánc elfoglalása, latin keresztesek által felírtam a Szakkódilumát, de folytathatnám egészen a mai napig, és akár mondhatom, ha értelmezni akarom, hogy mi folyik a világban, hogy sok helyen ez a prioritás és ez a cél.
a rablással egybekötött háborúnak mi volt tulajdonképpen a célja? Vikingeket említettem, ott a cél maga ez volt. A következő a muszlim-arab invázió gyakorlatilag 732 után Jebel al-Tariq átkelnek a gibraltári szoroson, ami róla kapta a nevét. Eljutnak egészen Poitiersig. Ha Martel Károly lenemberi őket, akkor a franciák lehet, hogy már nagyon régóta arabul beszélnek, és a többi. Tehát lehet a célja a vallás. És vannak olyan háborúk, aminek a céljai nagyon összetettek. Felsoroltam, hogy én mi miatt gondolom azt, hogy ennek az időszaknak a magyar hadjáratait miért nem lehet az előtte megemlített kettőbe besorolni. Ahhoz, hogy valaki raboljon, ahhoz szállító eszközökre van szüksége, ami a vikingek esetében teljesen egyértelműen rendelkezésre áll, hiszen bármennyire kicsi egy hajó, nagyon sok mindent rá lehet pakolni. Nagyon könnyű helyzetben volt Nagy Károly is, mert senki nem zavarta, hogy szekér sorokkal vigye el az avar kincseket, amiknek még a leltára is fennmaradt. A lovas hadjáratok esetében nagyon csekély a lehetőség erre, mert hiszen a lovon mit tudtak vitetni? Saját magukat, és egy sokkal igénytelenebb, kisebb termetű lóval, főleg a málhát, a fegyvereket, a kovács szerszámokat és a kísérőket lehetett szállítani. Következésképpen én úgy gondolom, aztán majd megtetszenek cáfolni vagy megerősíteni, hogy ezeket a hadjáratokat akkor lehet rabló hadjáratnak nevezni, hogyha minden egyéb hadjáratot rabló hadjáratnak nevezünk. Nézzük meg, hogy milyen kérdések vannak, amit érdemes végig gondolni, amikor minősítjük, ne adja Isten, definiáljuk ezeket a háborúkat. A magyar nagyfejedelem soha nem vezeti, de Árpádházi herceg több esetben megteszi. Általában a vezéri dinasztiák vezetik a hadjáratokat. Itt tételesen felsoroltam a személyeket, időpontokat, hozzátehettem volna még a megcélzott területeket is, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a szervezettség és a vezérnek a személye mit jelentett. Nagyon lényeges dolog, hogy soha nem a teljes magyar haderő vett részt ezekben a háborúkban, hanem általában 3-5 ezer ember, ami azt jelenti, hogy ha vesszük a Szent István féle későbbi vármegye rendszer elnevezését, akkor ezek általában a Balatontól nyugatra és délre eső területekről verbúválódtak. Voltak persze nagyobb hadjáratok, búcsú 954-es hadjárata, ahol legalább háromszoros volt a haderő. De ez kivétel volt, és nem ez volt a jellemző. Bösleó leírja a taktikát, nem akarok belemenni, ezt abból a szempontból érdemes vizsgálni, hogy Merceburgnál, illetve utána Lechfelden mi történt, mennyire ismerték meg, és mennyire tudtak ellene tenni a taktika ellen is, és a fegyverzet, illetve a lovasság kialakítása akkor még a keleti frankbirodalom területén hogy nézett ki. Hát ha nézzük, hogy a hadjáratoknak milyen hatósugara volt, akkor időnként egészen elképesztő felkészültségről, szervezetről, határbiztosításról, illetve mozgásról lehet említést tenni. Átkeltek minden nagy európai folyón, folyamon, átkeltek a hegységeken, minden nagy európai hegységen, elérték Európa gyakorlatilag minden pontját, egészen lehetetlen távolságokat tettek meg Otranto, Lérida területe, és tulajdonképpen, ha az irányokat nézzük,
akkor az a hadjáratok nem irányultak Lengyelország felé, az akkori Lengyelország felé talán egyetlen egyszer, és egyetlen egyszer sem a kijevi Rusz felé. Érdemes végig gondolni, hogy miért nem. Nem féltek attól, hogy ott kialakul egy hatalmi centrum, ami veszélyezteti a magyar nagy fejedelemséget, vagy egyszerűen olyan viszony alakult ki, akkor még nem ismerjük a dinasztikus kapcsolatokat a nagy fejedelmi családba, de lehet, hogy ez is szerepet játszott. Érdemes vele foglalkozni. A következő kérdés, összeállítottam egy kalandozási irányvonalat és a célokat, illetve a célok eléréséhez szükséges mozgásokat Európába, de ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül nagy távolságokat jártak be, ami szervezettséget jelent, céltudatosságot jelent. Ha már említettem, hogy Lengyelországban talán egyetlen egyszer fordult elő egy beütés, akkor itt említeném meg, hogy körülbelül ebbe az irányba előfordult az, hogy egymás után jelentkezett két csapat. Ha jól emlékszem, talán 100 ország volt. De az is a szervezettségre val, és a céltudatosságra val, hogy ez a két csapat nem fosztotta ki egymást, miután az egyik a sákmánnyal hazafele indult, a másik nem őket támadta meg, hanem még egyszer megsarcolta ugyanezt a területet. A kalandozó hadjáratoknál soha nem fordult elő az, hogy ragaszkodtak volna a szövetségek megkötésének a végtelenségi. Nem úgy, mint az egymás közötti vérszerződés, ami egy vér cseppjének az átadásával örök és megbonthatatlan szövetséget jelentett. Nagyon jellemző az, hogy rendkívül gyorsan és sűrűn változtak a szövetségkötések, ami nyilvánvalóan politikai célokat feltételez. Nyilvánvaló az adók fizetésének a kérdése, jelentős motiváció. De ha itt ilyen mértékben vesszük figyelembe, akkor mit mondjunk arra, hogy Szent László helyreállította a rendet, és évi adót fizettek a csehek is, a lengyelek is, meg a későbbi keletibb birodalom, osztrák őrgrófság, majd később a hercegség. Ugye attól függ, hogy mikortól meddig számítjuk a megelőző hadjáratokat, attól függően változik a számuk. Minden esetre azt lehet mondani, hogy nyomasztó volt a magyar katonai fölény, mert hiszen az ütközeteiknek, csatáiknak csak körülbelül 6-8%-át veszítették el. Kritikus kérdés, hogy mi történt Augsburgnál. Ezt az egyetlen egyet emeltem ki, mert itt is nagyon sok tisztázni való van. A Madarász Henrik utáni kelet-frank hadseregfejlesztés, illetve a taktika felismerése és megváltoztatása tételesen kimutatható. Emlékezetes volt a 954-es búcsúféle nyugat-európai hadjárat, aminek próbáltam a paramétereit összegyűjteni. Én körülbelül úgy számoltam, hogy 9 hónap alatt 5000 kilométert tettek meg. Ez körülbelül a duplája annak a távolságnak, amit a katalónumi mezőkig Attila vezetett. Rendkívüli katonai fölé, rendkívül szervezettség, rendkívül felkészült hadsereg, és rendkívül kiváló invenciózus hadvezérek. A 954-es hadjárat után úgy gondolta Bucs, hogy egyszer és mindenkorra fel kellene számolni a német birodalmi koncentrációt, és itt visszautalok arra, hogy majdnem mindenkivel harcoltak szövetségbe, de első Ottóval soha. És mi történt? Lényegesen kisebb létszámú hadsereggel a Duna vonalán, a hagyományos útvonalon
elindultak a keleti frank birodalom szíve felé, mert úgy tudták, hogy első Otto Szászországban, tehát a saját területére, a saját fajtája körébe vezetett hadjáratok, tehát ettől a felvonulási területtől nagyon messzire tartózkodik. Donauwörthnél jelentek meg a teljesen rendezett császári csapatok, miután vérbúcsú súr és lél elkezdték Augsburg ostromát. Abban a pillanatban, amikor észlelték a váratlanul felvonuló birodalmi sereget, aminek Julié után a vázlatát is feltettem, illetve az Otto-féle hadrendet is, abban a pillanatban abba hagyták Augsburg ostromát. Átkeltek a Lech folyón, szembe állították fel a csapataikat a birodalmi hadsereggel, és itt történik az első megmagyarázhatatlan esemény, csak forrás kutatással lehetne megtudni az okát, hogy hogy lett lehetséges az, hogy az Augsburgot védő püspök a várvédőkkel csatlakozni tudott a birodalmi sereghez, úgyhogy semmiféle magyar reakció erre nem volt. A következő esemény az a klasszikus magyar hadi taktika szerint történt, meg megkerülték a birodalmi hadsereget, ami azt jelentette, hogy ismét átkeltek a Lech Augsburg felé eső oldalára, megkerülték a birodalmi hadsereget, és hátba támadták, felbontották a hadsereg hátsó hadtesteit, és hogyha jól olvasom, akkor a cseheket, a svábokat szalasztották meg, úgyhogy vissza kellett vonni az első hadtestekből jó néhányat, de minden esetre felbontották a birodalmi hadsereg hadrendjét. A magyar korabeli harci taktika szerint ilyenkor kellett volna a ütőképes középső hadtestnek elindítani a ütközetet eldöntő támadást, és ez elmaradt. És ez a két nem megmagyarázott esemény döntött el végül is a csata sorsát, illetve nem is a vérveszteség szempontjából nem is maga az ütközet, hanem a menekülés volt a katasztrófa, csomó kicsi folyón kellett átkelni, és jellemző Otto kvalitásaira az, hogy nem csak Lotaringia felé, a lotaringiai hadtestekkel zárta el a továbbvonulás vagy menekülés útját, hanem ezek mellett a picike folyók mellett is. Mi lett a ütközetnek a következménye, és ez nagyon régi vita. Katonai értelemben az én véleményem szerint nem sok. Két ok miatt, ami ezt bizonyíthatja. Egyik az, hogy a korba szokásos visszaütés teljes mértékben elmaradt. Sőt, elmaradt egészen 1031-ig, amikor II. Konrád vezetett birodalmi támadást a Magyar Királyság ellen. A másik, 12. János pápának a testvére, egy itáliai gróf háborúba keveredett a 960-as években, és nem a akkor már német-római császárságot, tehát a keresztény világ legnagyobb hatalmát kérte a pápa segítséget adni, hanem Géza nagy fejedelmet. Ez két olyan nyomos indok, ami nyilván önmagában figyelemre méltó, akár perdöntő, de nyilvánvalóan ezt érdemes mélyebben elemezni és kiegészíteni. Hogy szuverenitása megmaradt-e az országnak, ami a legrégebbi rendező el volt a magyarság történetében, de visszamehetünk jóval Árpád bejövetelel, és egészen a mai napig ez az egyik alapprincipium. Nem változott az én megközelítésembe a Quedlinburgi Birodalmi Gyűlésre a császártól hierarchia, császár, deigrácia, rex, princeps és dux. Mindenki ott volt személyesen, de a magyar nagyfejedelem személyesen nem vett részt.
tárgyaló küldöttséget küldött oda, és ezeknek a tárgyalásoknak a végeredménye, de ezt is érdemes kifejteni, az a döntés lett, hogy a már nagyon hosszú idő óta perzisztáló kereszténységet hivatalosan is felveszi a magyar nagyfejedelemsége. Nem volt könnyű döntés. Ugye Gézát hogy emlegetik? Dux. Felsoroltam a hierarchiát. Hát mi a különbség a Dux meg a Princeps között? Hát a Princeps uralkodói jogokkal rendelkező, nagyon magas rangú hűbéres, példának említeni meg az akvitániai fejedelmeket, ami a jogaikat végig tudják vinni nagyon hosszú időn keresztül. Gészát Duxnak emlegetik, egyetlen egy bizánci forrás apostrofálja, úgyhogy král lesz, hogy király. De ezt Nyugat-Európában senki akkor nem ismerte meg, nem ismerte el. De István esetében igen, ugye a Stefanos. Vissza lehet utalni, hogy hány Stefanos volt. Első István, Vajk, Stefanos, vagy számíthatjuk-e ide Gézát, ugyanígy. De minden esetre azzal, hogy ő hivatalosan csatlakozott a római irányú térítéshez, azt jelentette, hogy az európai hierarchiában rangot veszített. A fia már nem, mert a fia ugyanazokat a jogokat biztosítani tudta, mint amit az összes többi deigrácia uralkodó, európai uralkodó fejedelem, király biztosított magának. Géza hogy tudta keresztül vinni ezt a váltást, ami az, a népének a hitvilágát, életformáját, társadalmi tagozódását megváltoztatta, de megváltoztatta az övét is. Hát azzal az égi küldötti tekintéllyel, ami Attilától folyamatosan több generáció után karizma formájába vissza és visszatért. Azt szeretném csak mondani, hogy a térítéseknek tradíciója volt. Térítettek itt az avarok esetében, Nagy Károly utáni időszakokban avar fejedelmek nevét tudjuk, keresztény neveiket ismerjük. Tudjuk azt, hogy a bizánci térítés rendkívül markáns volt. Tudjuk azt, hogy Vérbúcsó, ha már őt emlegettem, 948-ban Bizáncban felvette a bizánci rituálé szerinti kereszténységet, és a császár barátja, vendégbarátja címet kapta. Patricius lett. Ugye ez már egy másik kérdés. Vannak források, akik úgy írják le, hogy a augsburgi ütközet után Vérbúcsút ünnepi ruhába felakasztották Regensburg tornyaira. Mások szerint fára. Nem ez az érdekes, hanem milyen öltözetben? Egy harci öltözetben? Bőrpáncélban? Vagy a bizánci császár vendégbarátjának, a Patriciusnak a ruházatába? Ez is egy olyan kérdés, amit érdemes történészeknek is, klasszika filológusoknak is végig gondolni. Végül is nagyon röviden összefoglalva, rendkívüliek voltak a preventív háborúak, össze lehet vetni a körülötte lévő időszak bármilyen nagy történelmi eseményével. Nagyon lényegesnek gondolom, hogy védekezésre kényszerítették a környező hatalmakat, a legnagyobbakat is, és nagyon hosszú időn keresztül nem tudtak kialakítani egy erős központi hatalmat. Áthelyezték a birodalom védelmét a külső területekre, tehát sem a lakosság, sem az épített örökség jelentős károkat itt nem szenvedett. Mindig volt Európában szövetségesünk, de ahogy említettem, az mindig más volt. Megemlékeztem arról, hogy hogy kell értelmezni az adófizetést abban a korban, ami elég jövedelmező volt a mi esetünkben, mert körülbelül 15 tonna ezüstre becsüli az adófizetésből származó ezüst mennyiséget.
Hát nyilvánvaló, hogy amit útközben a katona elért, sebre tette, beletette a tarisznyába, és hazahozta. A kereskedelmet nyilvánvalóan fellendítették ezek a hadjáratok, foglyok voltak, el lehetett őket adni, leginkább Bizáncba. Minden esetre a Kárpát-medence birtokba vételét, megvédését, stabilizálását és továbbélését ezek a hadjáratok lehetővé tették. Én nagyon röviden gondolatébresztőnek ennyit szerettem volna mondani. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, a fáradtságot, a felkészülést, és nagyon jó, nagyon eredményes konferenciát kívánok. Jó felkészülést arra, hogyha majd jönnek a bajorok, meg svábok, meg a többiek, akkor tudjunk érvelni. Köszönöm szépen!